Köszöntöm kedves nézőinket, a Telena magazint látják. Bezárja a Pécsi Egyházmegye az idei tanév végén a Tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskolát. Az odajáró gyerekeket a város más iskoláiban helyezi majd el a kormányhivatal, a pedagógusok nagy részének pedig felmondanak. Az egyházmegyénél azt mondják, azért döntöttek így, mert az iskolába évek óta egyre kevesebb diák jár. Keresztet vetettek a Tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola diákjai még 2017 végén, mielőtt leültek reggelizni. A gyerekek ekkor még jó ízűen ettek, nem sejthették, hogy alig másfél évvel később eljön az iskolájuk utolsó tanéve. A több mint 20 éve egyházi fenntartásban működő Szent Mór bezárásáról néhány napja rendkívüli szülői értekezleten tájékoztatták a szülőket és a diákokat. A döntés mindenkit váratlanul ért, mert a fenntartó a Pécsi Egyházmegye 2016-ban még az egykori Sztárai Gimnázium fenntartását is átvette. Akkor arról szóltak a tervek, hogy még egy óvodát is szeretne működtetni Tolnán az egyház. A helyzet úgy hozta, hogy mindig tagintézményként működött az iskola. Volt a Paksnak az intézménye, tagintézménye, volt a Pécsi Szent Mórnak a tagintézménye, és most a Szent István Tolnai Gimnáziumnak a tagintézménye. És tulajdonképpen a helyzet az, hogy évek hosszú sora óta próbáltuk megkeresni ennek az intézménynek a helyét és szerepét, amit a közoktatási, az egyházmegyei közoktatási stratégiában szántunk neki. És hát sajnálatos módon, hát a legnagyobb sajnálatunkra ezt nem sikerült megtalálni, ezt a helyet ennek az intézménynek, olyannyira, hogy egyre inkább a tanulók elmentek az intézményből, most már 100 alatt van, most már egy pár éve 100 alatt van a tanulói létszám, és bizony a finanszírozása így elég nehézkes, de ez csak az egyik oldala, a valósága az tulajdonképpen, ami a nehezebb oldal, hogy a pedagógia által megvalósított hozzáadott értékek megteremtése az, és ennek a kialakítása, ez ilyen sajátos módon nem nagyon sikerült. És pedig próbáltuk ennek a lehetőségeit keresni, hogy tudnánk ezt széleskörűen kiaknázni, de ez nem annyira sikerült, és így tulajdonképpen a nagyon-nagyon hosszú évek során végül is ez kiéleződött, ez a helyzet a mostanira, és Püspök atya döntése szerint ezt az intézményt akkor, mint tagintézményt megszüntetjük. Az iskola valóban kis létszámmal működik, 8 év folyamban mindössze 85 diák jár. Ők az idei tanévet még itt fejezhetik be, az pedig, hogy a következőt hol kezdhetik meg, a kormányhivatal jelöli majd ki. Vannak diákok, amelyek nem tolnai lakosok, a környező településekből be, azoknak pedig hát nyilván a tűző településen, hogyha van kötelező beiskolási körzetű általános iskola, akkor oda kell menniük, a többi eset pedig helyben. Ez tulajdonképpen az összdiák létszám 85 fő, ebből körülbelül 25-27 diák, aki nem tolnai illetőségi, tehát durván egy olyan 58-60 diákról van szó, akik esetében ezt az elhelyezést kell a kormányhivatalnak megtennie. De hogy az itt dolgozó pedagógusoknak és a két technikai dolgozónak hol lesz munkája, egyelőre nem lehet tudni. A pedagógusok esetében nyilván tehát nem egy nagy létszámról beszélünk, összesen van 18 munkavállaló, ebből van két technikai dolgozó, illetőleg vannak óraadók, ugye a feladatot óraadókkal is látták el, vagy tudták csak ellátni, illetőleg vannak nyugdíjasok is, tehát az óraadók és a nyugdíjasok esetében nincs különösebb tennivalónk. Vannak viszont főállású, teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusok, akiknek tulajdonképpen a jogszabály szerint fogjuk a felmondását elindítani. A jogszabályok szerint nyilván végkielégítéssel, illetve felmentési idővel fogjuk ezt a munkaviszonyt megszüntetni. De hát természetesen a tanév végén. Az iskola épülete tehát az idei tanév végén kiürül. Az egyházmegye nem tervezi azt eladni, az ingatlannal kapcsolatos további terveikről viszont még nem árultak el semmit.
A farsangi időszak hagyományos étele a fánk sütéséről tanulhattak érdekességeket azok, akik ellátogattak a magházba. Az interaktív bemutató során háromféle fánkot készítettek el a szervezők a közönséggel közösen. A programot egy közösségfejlesztésre fordítható pályázat részeként valósították meg, amire a város önkormányzata nyert forrást. Krepli, azaz kitolófánk, a lisztet le kell forrázni tejjel, jó alaposan kidolgozni utána a tésztát, és egyessébe belekerül 4 tojás sárgája és egy egész tojás, és ennyi. És akkor belekerül ebbe a spricába, amit úgy hívunk mi ezt az eszközt, és akkor bele a zsírba, a forró zsírba. És ez egy tipikus farsangi étel? Igen. Farsangot mindenképpen sütötték, de évközben is azért előfordul, hogy az ember megsüti. Ez egy nagyon régi eszköz, amit még a háború előtt készítettek is, talán találtak ki őseink, és igazándiból nem lehet mással helyettesíteni. Én már próbáltam, nem lesz ilyen a spritzkrepli, ahogy mi hívjuk, a hitolófán. És akkor ez még az évtizedekkel ezelőtt készült eredeti eszköz? Igen. Ez egy olyan 60-70-80 éves is lehet talán már, mert a déd nagyanyám is használta. Klasszikus forgácsfánkot, vagy másképpen csörögefánkot készítjük, ezt is a farsangi időszakban készítették, ez egy viszonylag olcsó sütemény. Hát a falusi portákon mindig volt liszt meg tojás, esetleg tejföl is, kétféle változatban csináljuk, az egyiket, ez tejfölös, a másik pedig tejföl nélküli. Azt vízzel állítjuk össze, ezt a másikat pedig tejföllel. 35 dl lisztbe tettünk 5 tojás sárgáját, egy csipet sót, egy gyűszűnyi, körülbelül gyűszűnyi porcukrot, és én egy körülbelül egy olyan 1,5 deci tejfölt. Ez attól függ, hogy milyen a liszt minősége, és egy nem kemény, nem túl lágy tésztát gyúrunk 30 percig, 20-30 percig pihentettem, Marika nem pihentette, az ropogósabb lesz, és utána kisodorjuk, különböző alakzatokra fogom rádlival, vagy derejevágóval, más néven kialakítani nézetekre, téglalapokra, különböző bevágásokat, és utána forró olajban meg fogjuk sütni. Egy végtelenül egyszerű és egy nagyon olcsó étel. Én egész évben mindent sütök, egyedül talán a farsangi fánk, ami egy szalagos fánk, azt szoktam farsangi időszakban sütni, de a többi fánkot egész évben. De általában a fánknak az a jellegzetessége, hogy a farsangi időszakban sütötték. Túrófánkot készítek, és ez azért jó, mert a nagyon gyors világban, a gyors háziasszonyoknak ez egy fantasztikus dolog, hogy csak összekeverjük, nem kell keleszteni, és egy pici várakozás idő után, 15 perc után már süthető is. Hogy készül? 25 dek a túró kell bele, liszt, tojás, szódabikarbona, ez hajtja fel, és liszt. Abból nagyon jó minőségű lisztet érdemes venni, és most egy olyan édesítőszert raktam bele, aminek fele stevia, tehát fele cukor, úgyhogy aki nem szeretne hízni, azoknak is ez nagyon praktikus, hiszen nem lesz annyi szénhidrát benne. Jó sokan vannak itt a mai rendezvényeteken, és egy kicsit változtattatok is, most több helyen sütök többféle ételt. Ez marad ez a koncepció? Mindig mást fogunk csinálni, de erre én sem számítottam, hogy ennyi embert érdekel a fánk. Azt itt, hogy a háziasszonyok mindenki tud fánkot sütni, de ez nagyon izgalmas, hogy ennyien eljöttek, és érdekli őket, és írják a recepteket, és csereberélünk. Ez szerintem mindenkinek nagyon jó, meg maga ez a klub hangulat. Ma, amikor a farsangról beszélünk, ugye, és a média is ezt felkapta,
és mindenki arról szól. És valójában nem is érezzük ennek az igazi és mély értelmét, és erről szeretnék egy pár szót szólni, hogy ez a maga a népszokásoknak a kialakulása, vagy egyáltalán például, hogyha összehasonlítjuk a mai korra, ha most valaki kintről megnézne benne, hogy hogyan farsangol a mai magyar ember, ugye lehet, hogy azt látnám mondjuk, hogy a hármas metló reggel mennek az emberek, és az okos telefonjukat nyomkodják jobbra-balra. Ehhez képest ugye ők ebben az életben, ez a farsang, ez nem egy népszokás volt, hanem ő nekik ez az életüknek a része volt, amikor a természet közelibe értek, ugye jellemzően azok a népcsoportok mezőgazdasággal foglalkoztak, kisebb falvakba éltek, vagy csak csukjuk be a szemünket, képzeljük el azokat a házakat egy pillanatra, amik sárba úsznak, ugye? Mert nincsenek még betonozott utak, pici kis parasztházak, kicsi ablakokkal, és ebbe az életbe is kellett valami szórakoztatás. Az életük egy részét egy fegyelmezett, keresztény kultúrkörbe végzett életet éltek, és a másik pillanatban pedig az mondjuk a farsang időszakokban pedig kiengedtek, és szórakoztak, és élvezték az életeket, és olyanokat tettek, amit a másik időszakban nem. Tehát, hogy ennek egyfajta egyensúlya volt ebbe a mi világunkban, és ez egy fantasztikus dolog. Én szerintem, hogy kicsit megkapargatjuk, sokkal több minden van mélységében a farsangban, mint amit ma egy átlagos ember lát, és én ezt tartom fontosnak. Néhány perc reklám következik, maradjanak velünk. Friss hús, mindegy, hogy sertés vagy marha, eladónk készen ön elé rakja, és a szárnyas húsra se legyen gondja. Ez még nem minden, nálunk füstölt áruk, savanyúságok, delikát esztermékek is várják vásárlóinkat. Ha a főzés a gondja, pecsenyesütőnk az udvarban ezt is megoldja. Hurka, kolbász, pecsenye, hamburger, kirosz vagy akár egy tál ételeink közül is választhat. Keressen minket, Ínyenc Birodalom Tolnán, a sportcsarnokkal szemben. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettal szemben, Szekszárdon pedig a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Megújult tavaszi körutas kínálattal várjuk minden kedves utasunkat. A jól megszokott egynapos városlátogatások vagy plitvicei hétvégék mellett az idén Prágába, május 1-én a Gargató vidékére, még augusztusban egészen a balti államokig kalauzoljuk önöket. Közkívánatra az idén újra a rövid nyaralás az Adrián, Omisajban a Krökösziget lábánál 3 és 4 éjszakás turnusokban már 44 ezer forint per főtől foglalható. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott, időszakos kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint, a Meridian masszázs rejtelmeivel pillantattak bele azok, akik néhány napja ellátogattak a magházba, mutatjuk a részleteket. Thank you.
A meridián pályák azok az energia pályák, amik behálozzák a szervezetünket. És ezáltal, hogyha megismerjük ezeket a meridián pályákat, illetve a meridián pályáknak a működését, akkor az egészséget hosszú időn fent tudjuk tartani a szervezetünkbe. A pályák mindenkinél ugyanúgy haladnak, vagy ez egyénileg változik? Igen, ez nagyon jó a kérdés. A pályák azok különböző hosszúságúak, de mindenkinél ugyan azon a helyen vannak, és a mérce itt mindenkinek a saját keze. És ezeket a pályákat ugye látni nem látjuk, de viszont, hogyha megtapintunk egy pontot, és ott pont gyengülés van, akkor azt érezzük, egy fájdalommal jelzi. A meridián diagnosztika az ehhez kapcsolódik. A meridián diagnosztika az láthatóvá tudja tenni ezeket a meridián pályákat, és a meridián diagnosztika által meg tudjuk azt mondani, feltérképezzük, hogy a szervezet hogyan működik, az energiapályák hogy működnek, és hogy mennyire energikus valaki, mert ugye az fontos ahhoz, hogy ha bármilyen probléma kialakul nála, hogy minél energikusabb legyen, mert ugye annál jobban tud regenerálódni a szervezete. A meridián masszázs az pedig ezeken a meridián pályákon történő kezelés, és itt pontokat masszírozunk, ezáltal stimulálni tudjuk a szervezetet, illetve az adott meridián pályát, és ezek úgy működnek, mint egy kis kulcsocskák, vagy mint egy villanykapcsoló, hogy ha kezeljük őket, akkor elkezd a pálya átjárhatóvá lenni, és jobban tud benne áramolni az energia. A masszázs kiknek ajánlott, és milyen kellemetlenségek kerülhetőek el vele? A meridián masszázs az hát mindenkinek ajánlható. Igazából a gyerekeknek 7 éves kor után van önálló meridián pályájuk. Előtte, ha az anyát vizsgáljuk, akkor tudunk következtetéseket levonni a gyerkőcre, és hát egész 120 éves korig, mert az emberek annyira vannak tervezve, és hát ezáltal ugye a szervezetüket tudják energetizálni, javítani az energiaáramlást. A Tolnamös felnőtt futszál NB1-es csapata ismét döntőt játszott a második legrangosabb hazai sorozatban, a Magyar Kupában. A papírformának megfelelően legyőzte a Debreceni Egyetem NB2-es tabella illovas női futszál csapatát a Pound Food VSH Tolnamös a Sziget-Szentmiklósi női futszál Magyar Kupa 4-es döntőjében az első napon. És ezzel, mint címvédő, újra döntőzhetett. Az ellenfél a pillanatnyilag legjobb hazai női futzál csapat, az Astra Kiskunfélegyháza volt, akik vezetik az élvonalbeli bajnokságot, akik sárga szerelésben futottak ki a pályára. A két csapat idei mérlege egy félegyházi győzelem, illetve egy döntetlen. Az már az első percekben kiderült, fizikális téren mindenképpen jobb, és diktál is az Astra. Náluk volt többet a labda, és szinte minden helyzetből kisebb-nagyobb lövésekkel operáltak. Abban, hogy ideje korán nem rezdült meg a tolnamözsi csapat hálója, bizony óriási szerepe volt a bravúros védések sorozatát bemutató kapuvédőjüknek, Decki Vandának, aki azzal, hogy még büntetőt is hárított, bizony feltette teljesítményére a koronát. Bízva a kapus bravúrok folytatásában,
Emlékezve arra, hogy a tavalyi döntőben is X-re hozták a meccset a lányok a rendes játékidőben a Hajdúböszörmény ellen, majd a büntető rugásokban ők bizonyultak jobbnak, és történetük legnagyobb sikerét elérve elhódították a Magyar Kupát akkor. Bizony eszükbe juthatott a játékosoknak és az őket elkísérő szurkolóknak is, hát ha most is ez a forgatókönyv érvényesül. De most másként alakultak a dolgok. A mérkőzés második fél idejében az Astra nehéz tüzére Sipos Lilla 10 perc elteltével egy deszkit is mattoló hálószaggató bombagóllal köszönt be, 3 perccel később egy védelmi rövidzárlat utáni ajándéklabdából a Gejb nevű Astra játékos bizony tesztelte lövésével a Sziget-Szentmiklósi kapu hálójának szakító szilárdságát. 2-0 az Astrának. Nagy Roland, tolnamözsi edző a hátralevő 6-7 percben vízkapussal játszva megpróbálkozott az 5-4 elleni játékkal. De ennek hatékonyságához szükség lett volna arra, hogy a válogatottnál is már számításba vett Szalkai Kitt is végig a pályán legyen. De fájdalom, őt a 37. percben második sárga lappal végre kiállították. Igaz, amolyan szépségtapaszként megzörrent azért az Astra kapujának hálója. Az utolsó másodpercekben, az utolsó tolnai támadás végén az ifjúsági játékos, a jövő egyik nagy tolnamezsi tehetsége, Wiesner Dalma a Kiskunfélegyházi védők 6-6-os közreműködése után kialakult zicserből ügyes, szemfüles gólt szerzett. Astra Tolna a 2019-es Magyar Kupa nagy döntőjében 2-1. A Magyar Kupa ezüst főleg azok után, hogy a kulcsemberek közé sorolt Hollósi Kinga időközben a belső konfliktusát rendezendő távozott a csapattól, szépen csillog. Erőt adhat a bajnoki folytatáshoz, mert a bajnokságban többé-kevésbé rapszódikus és a negyedik helyen álló tolnamezs, rendezve a sorokat, a tavaszi végjátékban is tényezővé válhat. Győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a megyei első osztályú bajnokságban a Tolna VFC. Mutatjuk is a részleteket. Nem véletlenül tartják megyei futballberkekben a középmezőny egyik legmasszívabb csapatának a Dunaföldvárt. A 6. helyen álló földváriak az élmezőny csapataival szemben is remekül helyt álltak az őszi idényben. Így volt ez a tavaszi idényitón a Tolna otthonában is. A kékmezesek imáron új edző, a hazatérő, egykori Tornyi Barna tanítványnak is nevezhető Hagymási Zoltán irányításával megnehezítették a Tolna dolgát. Azzal, hogy már a középpályán felvették az ellenfél játékosait, és tudatos tolódással a szíleket is többé-kevésbé le tudták zárni. A 21. percben persze vezetést szerzett a fölénybe játszó hazai Tolna, Lakatos Gergő szerencsétlenül megpattant 25 méteres átlövése után a labda a hálóban kötött ki. Ettől függetlenül sokáig nyílt volt a mérkőzés. A kékek kontráiban ugyanis sokszor benne volt a gólveszély, a Bildhéber Bencét helyettesítő Merkel kapusnak dolga akadt a mérkőzésen, nem is kevés, a közvetlen védelem is tulajdonképpen végig munkában volt. Azért a játékbeli fölényben levő tolnaiak az új játékosok egyikének, Kovács Eriknek a bevetésével, a már csereként a sérüléséből visszatérő Blatt Pállal, Erdélyvel, Lakatossal, no és a már régebbi alapemberekkel összehozták az 56. percben a második, már győzelemmel kecsegtető gólt. Egy pértelenő átadás után, egy nagy kapus hibát követően, ifjabb Buzás a hozzá visszakerült labdát egyből a 100%-os gólhelyzetben levő Szabolcska Tamáshoz passzolta. A tolnai csatárnak már, mint ahogy látszik, nem volt nehéz dolga ahhoz, hogy 2 gólra növelje csapat előnyét. A Dunaföldvár nyíltabb játékkal az utolsó negyed órában közelebb állt a gólszerzéshez, mint korábban, de az igazán nagy gólhelyzetet a földváriak időnkénti fellazulása miatt a meccs vége felé a tolnaiak hagyták ki. Amit elgondoltunk, azt úgy hiszem, hogy teljesítettük ezzel a 2-0-an. Nagyon nehéz volt, ahogy utaltál is, mert az időjárás nagy szél volt, illetve a pályatalaja eléggé megnehezítette a dolgunkat, de úgy láttam, hogy végig azért kézben tartottuk a mérkőzést. Voltak ugyan megingásaink, de
Voltak olyan lehetőségeink még, amivel esetleg magabiztosabbá tehettük volna, úgyhogy azért merem mondani, hogy szerintem ez a meccs ez így rendben volt. A taktikai elképzelés egyik nagyon fontos eleme bejött Buzás Attila számára. A Dunaföldvár egy picit mélyebben védekezett valóban, de mi készültünk, hogy ezt hogy lehetne esetleg feltörni. Nagyon jól jött, hogy egy átlövés, de hát ez is benne van. Tulajdonképpen egy beálló védelmet, egy átlövésből, vagy a széleken való játékkal lehet feltörni, ez most sikerült egy jó eltalált lövéssel. A Tolna gyors előrejátékában és visszarendeződésében hozzátett az új szerzemény, nem is keveset, a Paks 2-től NB3-as tapasztalatokkal érkező fiatal játékos Kovács Erik. A Dunaföldvár elég masszívan védekezett, nagyon nehezen tudtuk őket megtörni, de sikerült. Ugye a védők egyszer-kétszer belehibáztak, jól indultunk be, és Hogyan fogod föl ezt az átigazolást? Ugródeszka majd újra az NB3 felé, most neked itt lesz dolgod, itt segíted a Tolnát, a Tolnának is vannak NB3-as szintje. Én úgy gondolom, hogy most ennek a csapatnak kell megfeleljek, de azon vagyok, hogy minél előbb visszakerüljek a Paks FC-hez. Fiatalos lendületet hozott a pálya közepén, és tulajdonképpen egy olyan sebességgel tudunk ott már játszani, ami eddig azért nem volt. Tapasztalt játékosok játszottak ott, ez sincs elvetve, természetesen néha majd kell, szükséges lesz, de most jelen pillanatban úgy látom, hogy sebességben gyorsult a csapatunk, ez gondolom, hogy majd pozitívan fog visszacsengeni itt a tavasszal. Amikor majd az őszinél több rangadót kell megnyernie, a most még pont hátrányban levő harmadik helyen álló Tolnának közvetlen riválisaival szemben, mint az őszi idényben. Persze, amire ez a mérkőzés is rámutatott, a masszív középcsapatok egyike ellen sem lesz egyszerű a bajnok aspiránsoknak a siker, akár otthon, akár idegenben. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket néztek, viszontlátásra!